Én iszonyatosan bizonyítani akartam, nagyon akartam, hogy igen, én ezt meg tudom még csinálni, de egyébként így az edzések alatt, meg a félkészülés alatt én úgy érzem, hogy saját magamat szárnyaltam túl. Nem gondoltam volna, hogy még ennyi dologra vagyok képes, ilyen életmódok mellett, amit élek azért. Én azért bulizok, iszogatok, meg minden jó, az már meg persze, meg csajozok, meg van a sport mellette, de hát a rock'n'roll az a rock'n'roll. Igen. Mit szólsz, hogy a apukád ilyen rock'n'roll életmódot él? Igazából ez az ő élete. A világ életében ilyen volt, ha lehet ezt mondani. Tehát amióta én megszülettem, tehát én szerintem több foci meccsre és több koncertre jártam, mint bábszínházba, vagy színházba, vagy ilyen családi programokra. Tehát mi nagyon sokat, tehát apuval mi napi szinten voltunk, mi minden hétvégén vagy focin voltunk, vagy Sex Action koncerten, Gangsta Zoli koncerten. Tehát, mi mindig mentünk bulizni. Mi mindig. És ez a mai napig is megmaradt. Tehát például vannak olyan koncertek, amikre mind a ketten ott vagyunk, vagy mondom, hogy most ilyen koncert van, és akkor jön velem. Tehát nálunk ez megmaradt. Nekünk köztünk van egy olyan kapocs, amit mi sem értünk néha. Tehát, ha velem van valami gáz, ő azt tudja, ha viszont vele van valami gáz, akkor én azt tudom. Tehát, hogyha bármilyen bajom van, vagy bármi olyan van, vagy neki van, akkor tudjuk azt, hogy mi ketten vagyunk egy olyan kapocs, egy csapat, meg család, hogy mi mindent. Tehát mi az összes rossz dolgot, ami történt velünk, vagy ahogy megszületett a Krisztián, mi mindig együtt voltunk. Voltak közöttünk viszályok, nem mondom, hogy nem, de neki is kellett idő, meg nekem is kellett idő, hogy ő is tisztában lássa a dolgokat, én is, és hogy ez az egész dolog. Fel kellett nőni a feladathoz magyarul. Igen. Te a kisfiadat, a Krisztiánt ilyen szellembe fogod nevelni? Nem. Hát abszolút. Nem, nekem jó volt az az életem, bár voltak néha nehézségeink, ami volt. Én egy teljesen más életben nőttem föl, mint amit szeretnék Krisztiánnak adni a jövő.